Na, sziasztok, üdvözlök innen mindenkit. Zalabéd patykállomáson vagyunk jelenleg. 11 óra, illetve mindjárt 12 óra van. 11 óra 55, egész pontosan, 5 perc késéssel megérkeztünk déliből a Citadellával, és ismét vonalbejárás lesz, mégpedig a Zalabéd baty Zalaszengród vonalat fogom bejárni, majd később mesélek a történetéről is. Majd már kint a nyílt vonal, egyébként arra fele van, és akkor mi is erről jöttünk, de ott ágazik ki. Ez egy 6 km hosszú, most már 6 km hosszú számvonal. Egyébként egykor Balaton-Szentgyörgyig épült ki és voltak a sinek, viszont nem, az akkor nem innen indul, de ne szaladjunk előre, azt majd később erről fogok mesélni. Hát ez az állomás, ez csak később épült meg, amikor a vonal eredetileg nem ez volt a kiinduló állomás, de erről majd később. Hát itt látható maga az állomás, két széles peron, itt van egy rakodó, felvétel épület a túloldalt, mindjárt megmutatom azt is. Ott arra fele van a felvétel épület, és még ott van még egy peron a hátul is. A másik irányba érkező vonatoknak, hát nagyjából ennyi. És itt van nyílt van a rakodó, és egyébként áll bent egy konténervonat is, és pont amikor érkeztem, mert ki egy metronszos másik konténer. Az áteresznél ágazik ki, na most feltámadt a szél, úgyhogy kicsit hangosabban beszélek, hát nem lesz szélzaj. Ott. Itt van a vonal kijelzése, és ez már a 24-es, a Zalabél-Batyki vonal. Itt a Zalaszentgróti vonal, és itt a jelz egy váltófűtés, nem is ez az érdekes most nekünk, hanem itt ez a 20-as lassú jel, mert ez nemrég került ide, és elég nagy szerepe van a vonalnak a történetében, de ezt majd később elmondom, hogy kimegyek a nyílt vonalra, és majd onnan beszélek, mert azért mégis egy fővonal megy mellettünk. Kimegyek a nyílt vonalra, ahol biztos nem lesz forgalom, és akkor majd onnan mesélek. Egyébként fog jönni majd a Szombathelyről is egy vonat mindjárt a déli fele. Hát ha a menetrend szerint van és nem késik, akkor néhány perc múlva ide jön. De hát azt az elágazásnál majd le tudom nektek videózni. És látjátok, akárcsak az alelövői vonalnál, itt is megvannak a balízok a LTCS-hez. Hát valószínűleg kötelező az életjelkedés, ugye, mivel hivatalosan papíron ez egy üzemelő vasútvonal, amin született a forgalom, nem pedig megszüntetett, így rá is teszi. És egyébként nézzétek meg, hogy itt a pálya állapot nem is rossz. Betonaljas 48-as sinek, geós leerősítés. Nem a pálya állapot volt itt a probléma, hogy a vonal megszűnt, de erre majd később kitérek. És akkor is, mert itt vagyunk, ez már a nyílt vonal. Mellettünk az üzemelő fővonal, a 25-ös, ez a 24-es számú. Egyébként ez az Zug-Zalaegerszeg vonal, abból ágazik ki Zalabél-Batyka-állomásnál, és a 24-es számot is eli, mert rendben. És hát eddig ugye villamosítva is van a tolatások miatt, ott van a villany mozdonyáj felirat, és itt az utolsó. És egyébként ez a 11-es szervény, tehát 1 kilométerre vagyunk a kiágazási állomástól. És akkor a vonal története, így gyorsan szaladjunk rajta végig, ezt az előző vonalbejárásnál is hiányoltátok. Hát, még igen, akkor társaságban azért jól elbeszélgettünk, és erről elfeledkeztem, hogy igazából lehetne ott is, mert többen voltunk, és akkor ugye aki ott volt a vonalbejáráson, az úgyis tudta a vonal történetét. Meg később ugye Gábor csatlakozott hozzánk, aki helybeli volt, tehát én meg aztán pláne. És hát ugye hát akkor elfelejtettük megemlíteni, hát akkor ezt most pótoljuk. Ezt eredetileg két hévtársaság építette, ezt a vonalat. Legalábbis először 1892-ben adták át, akkor a Dunántúli hév volt, ha jól emlékszem a nevére, aki Türjétől, igen Türje, de majd erre is rátérünk, hogy miért Türjétől, de megépítette a vonalat. De ugye puskázok egy kicsit, de egyébként azt hiszem tényleg, igen Dunántúli hév. Volt, hogy Türjétől Zalaszentgrótig építette meg a vonalat a saját részét. Tehát ott hagytuk abba, hogy a Zalavölgyi hév építette tovább Balaton-Szentgyörgyig. Egy kb. 42 km hosszú pálya volt így végeredményében. És az 1895-ben, jól emlékszem, akkor nyílt meg néhány évvel azután, hogy 1892-ben a Türje és Zalaszentgród közötti szakaszt átadták. És 1869-ben volt egy nyomvonalkorrekció a mellettem látható fővonalon, ami pont ezt a szakaszt érintette, itt
áthelyezték a nyomvonalat egy ilyen egyenesebb szakaszra. A régi nyomvonal, most nem találtam térképet, hogy nézett ki, de gondolom ilyen gírbe gúrult, és azt egyenesítették ki, viszont ez azzal járt, hogy Türje vasútállomása és Zalabél vasútállomása is így megszűnt. És a kettő között valahol épült ki újonnan az Alabél-Batyka-állomás, ami mai napig megvan, és ahol leszálltam most a vonatról. És ezt a vonalat is ott átkötötték ide, tehát Türje az egy picivel arrébb volt. Lehet, hogy majd fogom látni itt a régi nyomvonal maradványot, egy kicsit előrébb megyünk, mert ott majd ott jobbra fog elágazni a vonal, vagy legalábbis ugye a nyomvonal az arra megy. És Türje pedig szerintem az egy picit arrébb volt, ott gondolom, hogy a faluhoz közel lehetett, vagy városhoz, de Türje még amarra van. Tehát lehetséges, hogy amarról csatlakozott le, viszont ezt a nyomvonalat, ami most sétálok, ezt 1869-ben építették ki, így újonnan. Hát pedig lehet, hogy csak azért is van ilyen jó állapotban. És akkor mindjárt itt van a bejárati jelző túloldala. Meg fogom majd nézni, ha odaérek. És térjünk vissza a vonal történetére. 1974-ben szűnt meg a közlekedés politikai koncepció egyik áldozata volt a Balaton-Szentgyörgy, Zala-Szentgrót közötti vonalszakasz. Hát egy nem telt bele egy év, és a sineket is felszedték, Sár mellékig, mert Balaton-Szentgyörgy és Sár mellék között a repülőtér kiszolgálása miatt meghagyták a vágányt, az a mai napig megvan, de úgy tudom, hogy már erre se használják. Valameddig még ilyen 2010 környék, és úgy emlékszem, hogy használták. A reptérhoz vittek benne kerozint. Viszont ott épült egy elkerülő út, és még arra használták, hogy építőanyagot meg ilyen betongerendákat vittek a felüljáróhoz. De azóta úgy tudom, hogy semmi nem járt arra. És egyébként még egy érdekes történet, ami ez a vonalhoz kapcsolódik, hogy a 2005-6 környékén a Gyesev felvetette, meg így komolyan foglalkozott is azzal, hogy visszaépíteni Balaton-Szentgyörgyig a vonalat, és saját kezelésbe átvennék, mert nekik az úgy számoltak, hogy az megérné nekik, meg költséghatékonyabb lenne. Viszont ott azon bukott el a dolog, de erről nem találtam írásos bizonyítékot, meg információt. Viszont megbízható forrásból tudom, tehát aki ezt nekem mondta, ő megbízható ilyen szempontból. De azon bukott el, hogy egy vasútvonalnak a régi nyomvonalára már több település kerékpárutat épített, és ráadásul pont akkoriban, tehát azok egy ilyen 1-2 éves, vagy akár csak maximum 3-4 éves kerékpárutak voltak, és hát ezt érteti okokból nem engedték, hogy azt felszámolják, hiszen most építették ki saját költségből, és hát ragaszkodtak hozzá, hát ugye új nyomvonalon meg nem lehetett, mert ugye azért a költségeket megdobta volna, hogyha teljesen új töltése mindent kell építeni, mert ugye csak a sineket szedték föl, meg a talfákat, maga a töltés az megmaradt, és a mai napig megvan, és vagy földút, vagy ugye ahol kiépült, ott kerékpárút van rajta. Hát akkor itt látható a jelző. Ugye látja, még működik is. Sőt, ez csak egy előjelző, ez nem is a főjelző, mert az EJB, tehát az előjelző, tehát bejárati előjelző úgy jön ki az EJB. És akkor még hozzátartozik a vonal történetéhez, amit eddig nem mondtam el, hogy 2007 évi az Alaszentgrótig megmaradt a személyszállítás, és 2007-ben első körösként bezárták ezt a 6 kilométeres szakaszt. Ugye a Kóka érában történt, így akkoriban több bicinálist is bezártak, és ugye később csak egy részüket nyitották újra, de majd mindjárt is visszatérek. Viszont 2015-ben a vonalnak a 120 éves évfordulójára megrendeltek egy külön vonatot, ami szintén végig közlekedett itt Bézével. 2015, azt december 15-én volt, ha jól emlékszem, de most nem puskázok, ezt így megpróbálom fejből mondani, de biztos, hogy 2015-ben. És akkor nem is csak egyszer ment a külön vonat végig oda-vissza, hanem több kanyart is megcsinált, én úgy tudom, hogy délelőtt meg délután is ment, vagy két kanyart legalább. Tehát akkor a szerelvény az itt volt egész nap. És tavaly szintén komolyan az újranyitás miatt megvoltak a kezdeményezések, és már elég előre haladott állapotban voltak. Próbálok úgy fordulni, hogy ne zavarjon be a szél, de egyre nehezebb megy össze-vissza mindenhonnan. Tud fújni, tehát tavaly ez már olyan szinten megvolt, hogy ki volt rá szerkesztve a menetrend, és egy egész jó menetrendet raktak össze, ez megtalálható a több helyen is, hogy közvetlen zalaegerszegi vonatokkal meg mindenne, tehát ez tényleg így a helyi települések, meg gondolom összefogásból, de megvalósult, egy jó menetrendet
és megálmodni. És volt egy próbamenet, egy BZ-vel végigmentek a vonaton, vagy hát a vonalon, na, bocsánat, oda-vissza, és sikeres volt az is, simán végig tudott menni mindenféle probléma nélkül. És már minden készen állt arra, hogy újra nyissák menetrendváltástól, tehát megvoltak a menetrendnek, tehát 2019-2020-as menetrendben, amikor a PFT azt a már korábban mutatott 20-as lassú irányt oda kihelyezte, tehát pályasebesség 60 km/h volt végig, és egy hirtelen, így magyarázat nélkül visszavették 20-ra, és ezzel kútba esett az egész újranyítás, mert nyilván a menetrendet is 60-ra tervezték. Ugye közvetlen az Zalaegerszegénél lett ugye leglényegesebb ez, hogyha 60 helyet csak 20-szal tud menni, akkor 3-szor akkora a menetidő legalább, és úgy már nehezebben lehet beilleszteni itt a fővonalnak a menetvonalába, hogy még Zalaegerszeg is leérjen. Meg hát úgy már nem volt annyira utasvonzó a menetrend se. Mert egyébként Zalaszentgót és Zalabérbagy között ez a legrövidebb, ez a 6 km-es vonal, mert busszal ugyanezt egy olyan 15 km-es úttal lehet megtenni, tehát nem is volt egy honvába holt ötlet egyáltalán ezt a vonalat újra nyitni, sőt még most se lenne az. És hát azóta sincs erre magyarázat, hogy miért vették le 20-asra, mert legalábbis eddig, amit ti is láthattok itt van előtte, hogy a pályának nincs különösebb baja, tehát itt jó állapotok vannak, betonaljak, geósinek, eddig semmi nem volt. Hát aztán meglátjuk, hogyha Zalaszentgótig elérek, de hát hogyha a BZ végig tudott menni, akkor nem hiszem, hogy olyan komoly probléma lenne. Tehát ezt nem tudjuk meg, és hát ugye azóta meg így, hogy ez a újranyitási kísérlet így meghiúsult ezzel, így valószínűleg így már nem lesz újranyitva, de hát reméljük, hogy tévedni fogok, és egyszer még majd vonattal is fogok erre járni. Ha újranyitják, akkor biztos, hogy eljövök ide, és végig utazom. És akkor itt vagyunk a 16-os szelvénynél, és ez a tengelyszámláló is biztos, hogy mostanában került ide. Tehát ez, amikor még bezárták a vonalat, biztos, hogy nem volt itt. Hát gondolom, hogy a balízók meg itt a jelzők miatt kellett. Hát ugye, mert üzemelő vonalnál kötelező, ugye a körben zalanlövő vonalnál, és ami viszont szinte mondom, hogy mondhatni 100%, hogy azon soha többet nem fog vonat járni. És az LTCS balízokat, meg a tengelyszámlálókat oda is rátették. Hát egyszerűen szükség van rá, mert ugye a jogszabály előírja. És hát itt fogunk mindjárt Zalaszentgót felé elkanyarodni. Hát gyakorlatilag már majdnem a vonal egyharmada be van járva, ezért tényleg azért rövid vonalbejárás lesz, mert 6 km az egész. Majd 14 óra, aztán 10-kor fog menni a busz vissza, addig meg még van hát majdnem 2 óra. Úgyhogy 2 óra alatt meg simán kényelmes tempóban ezt végig lehet sétálni. És itt van már nagyjából a 2-es vagy a 20-as szelvényt hagytuk el. Ja, igen, ott a 21-es a háttérben, és itt egy szép bevágásos szakasz jön. Megmutatom a túloldalt is. Itt, ahol elfordult a fővonal mellől. Hát ez körülbelül a pályának az egyharmada így már megvan. És még itt is itt vannak ezek a balízok. 23-as szelvénynél vagyunk egyébként. Még itt is találtam egyet. Tehát nem csak a bejárathoz rakták ki. Hát is akkor itt jön egy hosszú egyenes szakasz, akkor látjátok. És majd a régi nyomvonal az érzésem szerint majd lesz egy útátjáró, földutas, és azelőtt valahol, mert így a Google műhold képe alapján szerintem innen valahol erről csatlakozott be, és úgy ment ugye fele. Eredetileg a nyomvonal, de hát abból már kérdés, hogy megvan-e egyáltalán valami. Tudom, hogy mennyire látjátok, de ott az a kék pötty, ott vagyok most, és szerintem egyébként a régi nyomvonal az valahol itt jöhetett. A Google, tehát itt a műhold képen valamennyire látható. Ez elég nehezen kivehető, de talán itt. Itt jött esetleg, hát vagy itt, vagy pedig itt. Ez is itt elég gyanús, de aztán persze lehet, hogy semmi köze hozzá. Hogy forduljak, hogy ez látszon. Zöld mezőnek a szélén, mert Türje régi álmas épület, az valahol itt volt a Kossuth utcában. Ezen a környéken volt valahol. Tehát itt ez a rész lehet így gyanús, vagy valószínűleg itt volt a becsatlakozás, és errefele mehetett a régi nyomvonal.
rám szállt egy darázs, és majdnem meg is csípett. Hát, talán errefele, de hát, mondjuk ez ilyen szó-szó, hogy lehetett itt vasúti töltés, de lehetett tök más is. Meg hát ugye 50 év eltelt, majdnem. Sőt, el is telt 50 év, mert 1969 óta 51 év telt el. Úgyhogy azóta 3000-szer beszánthatták meg, ugye változhatott is sok mindenként. A vonal az itt megy tovább. És majd ott lesz egy átjáró, és mellette lesz egy megállóhely, Tüske-Szentpéter néven. Itt ott az M betű is, azt már ugye közelebb meg, és meg is kutatom. Ugye visszamászok a töltésen. 35-ös szelvény. És itt már jelzi a megállóhelyet, Tüske-Szentpéter. Annyit érdemes róla tudni, hogy az utolsó menetrendbe, ami a vonalon volt 2006. decemberi menetrendváltástól a bezárásig, már minden vonat megállt. Korábban meg úgy tudom, hogy volt, amelyik nem, de igazából szóval megállóhely megmaradt, és tényleg az utolsó, ami biztos, meg amit megtaláltam a menetrendet, a legutolsó, ami a vonalon volt, az szerint minden vonat megállt. Szóval mindjárt meglátjuk, hogy pontosan hol van. Mivel lakott területet nem nagyon látok a közelben, szerintem valamilyen faluszéli lehet, de majd kiderül mindjárt. És ezt nézzétek, itt egy éles váltás. Itt rögtön van egy megrohadt talfa, és utána itt egy darabig talfás a pálya, tehát lehet, hogy helytálló a most a megérzésem, meg így a teóriám, hogy valahol itt lehetett a nyomvonal korrekció, és akkor épült át betonaljasra, ez a szakasz innen, ahonnan új nyomvonalra került, és itt pedig megmaradt talfásnak. Hát ez az egy talfa van, amelyik ugye ez már semmit nem tart meg szétolat, viszont a mellette lévő az tart. És a sincsavad is megvan, meg a mellette lévő betonal is, tehát ez önmagában ez még nem adna okot arra, hogy lassú jelet kelljen kirakni, vagy legalábbis nem a teljes vonalra, hanem mondjuk akkor esetleg csak ide, de hát mondom, mivel a másik kettő tart mögötte, meg előket ezt az egyet kicserélni, ez semmi. Ránézésre ezek a talfák sincsenek rossz állapotban, nézzük csak meg azt a szeget, Nikoli. Tehát ez 79-es, tehát ez 1979-ben valószínűleg itt voltak még talfacserék. És hát látszik, hát azóta is ugye van betonal is, tehát itt valószínűleg ez a mellékvonalakon megszokott javítások erre, mert nagy a szélzaj, illetve alól fúj a szél, úgyhogy valószínűleg nagy lesz a felvételen, így többet lehet majd belőlem érteni. Hát az látszik, a távíró póznát azt ellopták, egyébként a vonal mentén egyet se láttam, tehát ezeket már vagy hivatalos bontás volt, bármikor akkor nem szokták ott hagyni az oszlop maradványokat, hát vagy pedig ugye ellopták. Tehát ugye a mellékvonalak jellemző, hogy a legrosszabb állapotú talfákat, azokat betonaljakkal pótolják. Egyébként ez már ugye a 36-os szelvényen túl van, tehát már a vonal több mint a fele az betonaljas. Tehát még hogyha minden talfát cserélni kell, akkor se olyan nagyon sok, mert de van 2,5 kilométernyi maximum. De hát adjátok, hogy itt is azért vannak betonaljak. És ezek is, hát milyen betonalja? Ez mindjárt megnézzük. Ez a baj, lekopott a felirat róla, itt nem nagyon látom, hogy... De szerintem TU, és csak a számot nem látom rajta. Ezekkel a betonaljakkal olyan különösebb probléma nem szokott lenni, hogyha a tipli műanyag és nem fa. Tehát akkor sem az egész aljat kell cserélni, pláne egy vicinálison nem, hanem csak a fatiplit műanyagra. Mert itt nem is a betonalja az, amelyik idővel megadja magát, hanem a fatipli rohadt ki. És akkor már nincs, ami tartsa a sínszálat. És itt vagyunk Tüske-Szentpéter megállóhelyen. A tábla az még kim van, ez még a régi fajta. Gondolom, még a megszüntetés előtt cserélték, és itt a peron, ugye SK plusz 0, szokás szerint ilyen múlvával feltöltve, és itt valószínűleg itt volt egy épület. Ezt majd a vasútállomások pontú mindjárt meg fogom nézni, hogy valami esőbe álló vagy ilyesmi biztos volt, de ezt elbontották. Ugye más nem volt itt, sem mellékvágány, semmi más nem volt itt. Hát ez egy táblás megállóhely volt mindig is. Ez mennyire volt kihasznált, azt nem tudom. Hát, szerintem a falu arra van, de kicsit messzebb, itt csak egy valami ipartelep van. Akkor menjünk tovább, még 2 kilométer van Zalaszentgrótig. Zalaszentgrótnak az előjelzője, tehát OEJ, tehát az lehet alak előjelző. Mégis hát látjátok, hogy
Itt van, és a vonóvezeték is megvan még, amivel állítják. És ugye zöld, akkor szerintem ez, már most ezt a fajta jelzőt annyira nem, de szerintem ez szabadot mutat most. És egyébként, ha nézed meg a tájat, tehát közel vagyunk egyébként már az Alaszengróthoz, bár most nem láttam szelvénykövet már egy ideje, de mivel itt az előjelző, már nem lehetünk messze. És előjöttünk, errefele van Zalabér-Batyk, és hamarosan Zalaszengrót. Itt van az állomásnak a bejárati jelzője, szabad állásban. És ez már a fő jelző, és alatta van egy nyilas tábla, amelyik az őrizetlen váltóra figyelmeztet. Nyilván azért, mert nincs szolgálat az állomáson. Az Alaszengrót állomás, és a kijárati jelző fényjelző. És ez is úgy néz ki, mintha újonnan telepítették volna ide. Bejáratnak meg megvan ott az alakjelző. És itt van egy iparvágány is, amelyik erre a már nem használt telepre vezet be. Nézzük. Hát ez biztos nem tegnap használták utoljára viszont. Viszont meglepő, hogy a sín meg fényes. Vagy legalábbis fényesebb, mint... És egyet érdekes módon nem teljesen rozsdás még itt a másik vágány se. Ugye maga a folyóvágány se teljesen, és ezt megfigyeltem egyébként itt a vonalbejárásnál is, hogy nem rozsdásodott el teljesen. De hogy ez azért lenne, mert tavaly volt a vézés próba menet, mert azóta nem tudok róla, hogy bármi más járt volna erre. Mert ugye korábban nem nagyon volt itt mozgás, bár ki tudja, lehet, hogy az ipartelepet valameddig még kiszolgálták, bár én erről nem tudok. Viszont maga az ülszelvény is egyébként tiszta meg. És sehol nem láttam olyat, hogy fűnőtt volna ki a vágányok között, vagy belógott volna gaj, vagy ilyesmi, semmi ilyesmi nem volt. Tehát ez egy olyan pálya, ahol akár már ma végig mehetne egy vonat szerintem minden gond nélkül. Tehát ezt karban tartják, meg úgy tűnik, hogy vigyáznak rá. Tehát el tudom képzelni, hogy a PFT azért időnként kiáll gyomirtózni. Csak hát ha meg így törődnek a vonalról, akkor megmértették ki a 20-as lassú jelet. Tehát igazából vannak itt még kérdések. És látszik, ott a lakodón is van mozgás. Tehát valószínűleg nem azért nincs itt ezért ehhez forgalom, mert nincs mit szállítani. Valószínűleg elegendő, nincs ahhoz, hogy meg ilyen javasúton vinni. De mindjárt akkor elsétálok oda a végéig. Ott látok egy oldalrakodót is. És valószínűleg ott volt, hogy az állomás. Ja, a felvétel épület az ott van előttem. Úgy is arra kell menni, buszmegálló is erre van. Na, itt volt a... Illetve még most is itt van az árulaktár is, meg az oldalrakodó is. Ugye itt lehet egy szintben a vagonokat megpakolni. És itt a felvételi épület. Ugye közelebb megyek, megnézem, van itt még valami, de a szolgálat már szerintem akkor se volt, amikor bezárták a vonalat. Hát most meg ugye miért lenne, amikor nincs is itt forgalom. Meg az utcafronton megnézem az állomás épületet. Egyébként itt a 60-as szelvénykő. Ez teljesen új, vagy legalábbis újra van mázolva. Tehát egész, tehát pontosan 6 km ez a vasútvonal. És még a régi ezért mávkerítésből is, vagy a kőkerítésből is maradt némi maradvány. A B plusz parkoló is megvan. Hát azt meg, ahogy látjátok, fitness klub lett a régi áruraktárból. És még megvannak a neonbetűk. Valószínűleg a kiírás már nem működik, viszont a neonfények megvannak. Tehát ezt még lehet, hogy helyre lehetne hozni, és itt van a pályatelefon is. Ugye szolgálat nem volt, tehát a vezető jegyvizsgáló kért itt mindig engedélyt a visszamenetelre, ezen a pályatelefonon keresztül, és akkor kimegyek, megnézem az utcafrontot. És itt van az épület utcafronti része. A vasúti az arra volt, és ez pedig szerintem ez a része a szolgálati lakás, mert itt a másik oldalt is volt egy bejárat. Lakatlannak tűnik, de valószínűleg itt egyébként fénykorában egy szolgálati lakás volt ezen a részén. Majdnem minden vasútállomáson van ilyen. Hát, ott még volt egy pince, és ez volt a régi mellékhelyiség. Hát valószínűleg még ilyen pottyantós Ricky volt. Na, ide most nem megyek be. Azt mindenki látott már pottyantós budit. Nem kell azt nekem megmutatni. Aha, és itt van az emléktábla. 2015-ben avatták föl, és akkor volt itt külön vonat, amikor ezt a táblát felavatták. És hát itt van a rakodónak a másik vége.
még el tudok sétálni itt a vágány végéig, egyébként a busz megálló oldalon van, úgyhogy el is kell. Hát itt egyébként más érdekesség már nincsen. Ja, ott egy fitness klub működik a lakodó területén belül, és akkor még arrafele ott van egy teljes rodompó, mert még valószínűleg az ölhely megvan. A régi vágányhíd mérleg, és még a mérlegház megvan. Lehet, hogy még a mérleg is megvan benne, ugye itt mérték a tehermotokat. Maga a vágány az már vörös négyzetes, tehát ide már nem lehet ráhajtani, viszont ott arrafele meg nézzétek meg, hogy egy csomó betonalj van itt mágiákba idefele pakolva. Hát remélhetőleg ezeket azért hozták ide, mert be akarják építeni a vonalba. Tehát itt tényleg egy olyan, hát ilyen bő 2 kilométernyi talfás rész van, csak az használ betonaljakból pikpak meg lehetne csinálni, és akkor azzal se lenne probléma. Simán lehetne 60-as a pálya. Esetleg a talfás részek miatt lehet, hogy levették 20-a, mert talán a talfák bár nem látszik kívülről, már nem annyira tartanak. Meg hát ki tudja ugye, hogy bükk vagy tölgy, mert van amelyik meg olyan, hogy kívülről jónak látszik, belülről meg szétrohad. Nem tudom, ez Moldován is leírta már, akit a mozdony füsse megcsapottban, hogy csak most hirtelen nem emlékszem, hogy a bükk vagy a tölgy volt az, amelyik őszintén rohad, a másik pedig nem, tehát ott aztán, hogy rám érzel, akkor úgy tűnik, hogy minden oké, aztán belülről meg már teljesen szétrohad, szinte üreges. Tehát még akkor sem indokolt a buszas lassú jel végig, csak a talfás rész után maximum, tehát a betonaljas része nyugodtan lehetne 60. Így ránézésre legalábbis, hát aztán ugye hát nem lehet tudni, hogy végülis miért tették rá, de hát a betonaljas részen nem látszik semmi rendkívüli. Hát itt meg, az meg útátjáró darabok. Na, ezeket közelebbről is megnézem. Ezt nézzétek. Ezek bizony útátjáró elemek, de hogy ezeket miért depózták ide föl, amikor az az egy útátjáró van csak, annak biztos nem kell ennyi. De egyébként, látjátok, ez az STV-l. Ezeket elhasznált autógumikból építik, és ezek vannak benne újabban az átjárókban, ezek ilyen gumi elemek, amiket ugye egymás után pakolnak, és akkor itt ötszörűmentesen át lehet rajta menni. És azért jobb, mint a régebbi fajta átjárók, mert ezeket könnyű felszedni, amikor pályakarbantartást kell végezni. Ha le van aszfaltozva, akkor nem ilyen egyszerű, mert akkor föl kell verni az aszfaltot. Hát, azok meg használt betonaljak, de a vonalba tökéletesek lennének. Hát ez a kő, ez meg nem tudom micsoda. Hát lehet, hogy a vonal felújítása, de mondjuk estérél elemből biztos nem kell ennyi. Az egész vonalon szerintem 3-nál több átjáró nincsen. Hát van ez, meg a Tüske-Szentpéternél van egy, meg van egy földutas még valahol, és szerintem ennyi az egész. Tehát azokhoz meg nem kell ennyi. Viszont ha legalább ezeket beépítenék, ezeket az aljakat a vonalba, az már sokat segítene, és hát ugye hát ez minimális költség lenne, mert ugye az anyag már itt van. És ezek használtak most ezzel, ezeket beépíteni, az körülbelül az örök élete lenne a vonalnak. És ezek nem is rossz betonaljak egyébként. Ez is elem. Hát jó bontott persze, 98-as meg 99-es, de hát mellék a vonalban az évtizedekig elég. Betonalja szerint kb. Tényleg örök élet plusz 2 év a műanyag tiplis. És itt még hová megy tovább a vonalnál, ezt még megnézzük. Itt ment tovább egyébként Balaton-Szentgyörgy felé. Ez a vonalbejárás az ennyi lett volna, ott még egy darabig mentek tovább a sinek, de azt nem tudom most bejárni, mert 4 óra múlva indul a busz, és még ki kell érnem a buszpályaudvarra. Nincs mondjuk innen már messze egy olyan 300 méter, úgyhogy meg lesz az, csak hogyha még elmegyek arra bejárni, akkor már nem ment volna, és a következő busz meg 3 óra múlva indul, más pedig nincsen. Úgyhogy akkor jelünk tovább, és aztán azt hiszem a következőnél kell lefordulni, nem itt. De akkor ez a vonalbejáros videó az ennyi lett volna. Ez egy rövid 6 kilométeres vonal volt, amit szerintem újra lehetne indítani. És igazából nem is lenne túl nagy erőfeszítés. Hát tényleg minimális karbantartás kellene, vagy még annyi sem ahhoz, hogy újra induljon. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Sziasztok!